tanúsítvány érkezik, azt határidőn belül azzal ellentmondással kell élni, mielőtt jogerőre emelkedik. Miért fontos ez? Van egy Európai Uniós törvény, amely szerint csak a nem vitatott közjegyzői okiratok hajthatók végre jogerős bírósági végzés nélkül. Tehát, hogyha ellenmondunk és vitatjuk, akkor nem hajtható végre. És a konkrét eset pontosan erről szól, hogy a bank a hitelező átadta követeléskezelőnek, behajtó cégnek, a behajtó cégre az adós nem reagált semmit, a behajtó cég végrehajtónak adta, a végrehajtó elment közjegyzőhöz, és közjegyzői okiratot állítottak ki. Na ekkor lépte meg az adós, amit meg kellett lépni, két mondatban meg lehet válaszolni. Nem ismerte el a tartozását, és nem ismerte el a szerződés törvényességét sem. Kénytelenek voltak bírósághoz fordulni, és a bíróság jogerősen is elutasította a követeléskezelő, a végrehajtó kérését. Tehát... Egész egyszerűen arról van szó, amit a feljelentésünkben leírtunk, hogy nincsenek pénzügyi bizonylatok, nincs elszámolás. És a bíró megkérdezte a végrehajtót, hogy mi alapján számolták ki a forint tartozást. Mutassa be konkrétan a számviteli, és erre kell hivatkozni, a számviteli törvény szerinti elszámolást és a számviteli törvény szerinti pénzügyi bizonylatolást mutassák be. Nem fogják tudni bemutatni, oly annyira nem tudják bemutatni, hogy nem is nyújtottak be semmit a bíróságra. Nulla fecnit nyújtottak be, semmit. Természetesen nem is csinálhatott mást a bíró, mint elutasítást. Tessék!